A DS Röplabda Akadémia utánpótláskorú lányai mérkőzésre utaztak február 16-án, amikor a 6-os főúton Adony térségében egy hatalmas fékezésre is arra lettek figyelmesek, hogy egy kis teherautó nagy sebességgel közeledik feléjük. Hát igazából beszélgettünk a barátnőmmel, és egyszer arra lettünk figyelmesek, hogy fékezett a sofőrünk. Felnéztünk, és láttuk, hogy szembe jött egy autó. Ez igazából nagyon félelmetes volt, de szerencsére a sofőr befékezett, és akkor megmentett minket. Hát nem tudtuk felfogni ezt az egészet, mert tényleg sose volt ilyen velünk, aztán elég fura volt. Igazából nem tartottuk viccesnek, mert nem volt az. Igazából így csendben maradtunk egy darabig a buszon, aztán elkezdtünk erről beszélgetni, és igazából így meccsen meg ma odafigyeltünk, szóval igen. Ezen a felvételen, amelyet Radics Zoltán buszsofőr saját fedélzeti kamerájával készített, jól látszik, hogy tényleg csak egyetlen hajszálon múlt, hogy nem tragédiával végződött a lányok utazása. Adonyt elhagyva centig választották el a Röplabda Akadémia kisbuszát attól, hogy összeütközzenek egy felelőtlenül a záróvonalon kanyarban egyszerre két járművet előző kis teherautóval. Elcsérült abba az ominózus kanyarba, azt vettem észre, hogy a kis áruszállító átjött az éjsávon, ment a szalagkorlát felé, hát elkezdtem fékezni, vészfékezni, és igazából próbáltam jobbra húzni a kormányt, mert közben ugye, ahogy húzta végig, csúszott az úton, ő is beletaposott a fékbe, észrevette, hogy ebből baj is lehet, és ahogy fékezett, ő csúszott úgy mellettem, hát én meg ugye a szalagkorlát felé, ahogy próbáltam menteni, amit lehet, hát igazából ennyi. Ez egy-két másodperc alatt lezajlott. Itt, amit lehetett látni a kamerán keresztül, az, hogy igazából ez pillanatok alatt lejátszódik. Így visszaadva, az lassúnak tűnik, de az érőben az pillanatok alatt. A DS Röplabda Akadémia vezetősége és a lányok közösen ajándékcsomagot készítettek össze Radics Zoltán sofőrnek, hogy ezzel is megköszönjék a figyelmet és azt a biztonságérzetet, amelyet mindig megteremt utazás közben.